Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Kotner Lászlóné Böbe vagyok, én vagyok a PPH egyik hetes szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket, remélem ez nem bántó senki számára, hiszen nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, igazságügyi szervezőként dolgoztam, aztán az EFT-vel, az érzelmi felszabadítás technikával segítettem az embereknek. Mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Kazincbarcikán élek, és férnél vagyok. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatosan mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, ahogyan ő mondja, ezt tapasztalatból mondom. Előadunk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, akkor arra juthatunk, hogy az egyetlen személy, akinek vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlecsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Mit szóltak ez a jelenlegi világunkhoz? Mennyire szimpatikus. De itt nekünk jó volt ebben a 2 napban, nem? Meg még lesz egy 3. napunk is holnap. Itt a mini aranykor, nem? Tehát mini szeretett korszak. Na nézzük, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyennek kellene lenni a jövőnek, mert hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Nem? Tehát egyre rosszabb és rosszabb világunk lesz, mert a jó emberek nem tesznek semmit. Hát ugye egy olyan világnak kellene lenni, ahol az emberek képesek arra, hogy feltétel nélkül együttműködjenek. Tehát, ha végig gondoljátok, aki emlékszik esetleg a történelmi tanulmányaira, akkor tudja azt, hogy az emberiség úgy indult, hogy feltétel nélkül együttműködtek a múltban. Ez a múlt, ez ne az elmúlt 100 évre gondolj, hanem mondjuk, mikor törzsközösségekben éltek. Tehát mondjuk az ős időszakokban. Tehát így indult az emberiség, ugye az őskorral, és ugye az őskorban feltétel nélkül egy együttműködés volt. Ha nem voltak képesek feltétel nélkül együttműködni, akkor az a törzs az eltűnt.
És ugye a hölgyek is, meg a férfiak is, ugye például a hölgyek együtt gyűjtögettek, férfiak együtt vadásztak, tehát teljesen együttműködés volt, együtt csinálták utána meg az élelmiszerhez, ugye az élelmiszerekből a táplálékot, stb. Tehát lényeg az, hogy együttműködés volt. És egy olyan világba érkeztünk, ahol nem az együttműködésre tanítják az embereket, hanem az egyénieskedésre. Tehát arra, hogy az egyéni céljait valósítsa meg az ember, és ne az együttműködés. De gondoljuk végig, hogy hát úgy jött létre az emberiség, hogy a feltétel nélküli együttműködés révén. Tehát úgy tudott felemelkedni, kiemelkedni az élő világból, hogy feltétel nélkül együttműködött. Tehát így indult az egész az emberiség fejlődése, hogy feltétel nélküli együttműködés. A feltétel nélküli együttműködésnek az alapja az a szeretet. Tehát ez azt jelenti, hogy gondold végig, hogyha az egész emberiség úgy jött létre, és úgy fejlődött tovább, úgy lett a mai időszak elérve, hogy annak az alapja a feltétel nélküli együttműködés volt, ha ezt a feltétel nélküli együttműködést teljesen megszüntetik az emberek, és arról szól a történet, hogy csak az egyéni célok valósuljanak meg, akkor ez az emberiség visszatér abba az alapállapotba, ami volt. Az eredeti alapállapot az volt, hogy nem volt emberiség. Oké? És gyakorlatilag az ember születésénél fogva képes a feltétel nélkül együttműködésre. Ez azt jelenti, hogy például, mit tudom, olyan jó múltkorában volt egy olyan példa, hogy bementünk egy boltba, és elkezdtünk sorban állni, és mögöttünk egy két teljesen különálló fiatal anyuka egy-egy gyerekkel. Kisgyerekekkel, akik még nem tudtak beszélni, de már járni tudtak. Hát beszélni nem tudtak. Ezért nem tudták egymással megbeszélni a dolgokat, de körülbelül egy perc alatt már együttműködött a két gyerek, érted? Akik soha előtte nem találkoztak egymással. És a saját kis, ugye, tehát ilyen baba nyelvükön gyakorlatilag már beszéltek egymáshoz, érted? És tök jól el voltak egymással. A szülők azok két szót nem váltottak egymással. Tehát mondom, nem ismerősök voltak, teljesen vadidegen két ember. Tehát az ember úgy született, hogy feltétel nélküli együttműködésre képes. Ehhez képest azáltal, hogy egyéni célokat valósítsanak meg az emberek, ezáltal ugye visszatér az emberiség az alapállapotba, hogy eltűnik. Tehát eltűnik. Tehát most gondold végig, ennek mik a jelei? Hát olyan jelei vannak, hogy hát a férfiak nem tudnak, tehát a fiatal férfiak nem tudnak gyereket csinálni, a fiatal nők meg nem tudnak gyereket szülni. Érted? És ugye miért? Hát azért, mert gondold végig, az, hogy legyen családja valakinek, tehát először is legyen párkapcsolata, utána abból legyen abból a párkapcsolatból. Gyerek, azt mind a kettőt akarni kell. Hát én ismerek olyan embereket, hogy azt mondták, hogy ők azért nem akarnak létrehozni párkapcsolatot, mert ő nem akar senkihez se alkalmazkodni. Sőt, olyat is hallottam már férfitől, aki azt mondta, azért nincs párja, hogy neki ne parancsolgasson a felesége. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag elindultunk afelé, a maga az ember és az emberiség, hogy nem működjön együtt, és annak nem lesz utóda. Érted? Tehát ha a nők nem akarnak szülni, a férfiak meg nem akarnak gyereket csinálni, akkor hogy lesz gyerek? Tehát, és akkor még csak egy olyan dolgot mondtam, ami erre felé mutat. Tehát gondoljuk végig, hát miért kell az, hogy
ne működjenek együtt az emberek feltétel nélkül. Hát azért, mert az egyéni célok megvalósításával, az egyéni célok megvalósulása sokkal jobban segíti a fogyasztói társadalmat. Tehát egyes embereknek, a nagyon gazdag embereknek a céljait sokkal jobban segíti. Tehát ők tovább tudnak gazdagodni. Tehát most gondold végig, hogyha a múltban tudtak úgy élni az emberek a 70-es, 80-as években nyugaton, hogy nem kellett a nőknek dolgozniuk, és egy fizetésből, a férfi fizetéséből el lehetett tartani egy családot, ráadásul akkor még több gyerek is született, mint manapság. Ha ezt meg lehetett akkor csinálni, akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan világban, ahol kénytelen egy ember egyedül élni, hogy fog megélni? Tehát, hogyha egy fizetésből meg lehetett élni ketten, hárman, négyen, akkor hogy fog megélni valaki egy jövedelemből? Oké? Ha egy jövedelemből meg lehetett élni kettő, három, négy embernek. Nyilván abból a három, négy az gyerek volt. De megéltek belőle. Most akkor hogy fognak megélni egy jövedelemből egy ember? Hát nyilván valamilyen szinten meg, de hogy nem olyan szinten, mint a 70-es, 80-as években, az volt biztos. Gondold végig. És nem tudom, hogy kinek volt már anyagi nehézsége. Volt már valakinek anyagi nehézsége az életében? Oké. Okay. Jó, tehát, és az milyen érzés volt, mikor anyagi nehézséged volt? Jó érzés? Ki az, aki azt gondolja, hogy tök jó volt, mikor anyagi nehézségünk volt? Ezt tegye már fel a kezét. Hát senki nem érzi jól magát az anyagi nehézségek során. Hát itt van Magyarország, volt egy papíron bevallott, mit tudom én, 20-on akárhány százalékos inflációnk. Ugye az élelmiszer tekintetében valami 40-valahány százalékos áremelés. Áremelkedés. Tehát az élelmiszer infláció az 40-valahány százalékos volt egy év alatt. Ami azt jelenti, hogy ha ezt a 20-valahány százalékot nézzük átlagosan, nyilván az ember, ha vásárolgat, akkor a rezsim túl talán nem is a rezsim túl, hanem a rezsi előtt az élelmiszerre költ a legtöbbet. Tehát az élelmiszerre többet költünk, mint a rezsim. És ezt végig gondolod, akkor gyakorlatilag a leginkább az, ami hat az emberre, az élelmiszer árváltozás. És nem más. Tehát az élelmiszer árváltozások miatt ugye többet érez az ember, mint 20-valány százalékot. 25 vagy mennyi, 26, valami ilyesmi volt. Tehát többet érez az ember. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha csak a hivatalos statisztikai adatokat nézzük, akkor a pénzünk értéke az 25%-kal kevesebbet ér egyik évről a másikra. Ha csak nem kaptál fizetésemelést. Nem? Tehát ha mondjuk kaptál fizetésemelést, akkor annak a százalékát vont le az inflációból, és annyival kevesebb a pénzednek az értéke. És ezt látni is az embereken, hogy ez az elmúlt egy év, ez még jobb, még nagyobb, vagy még rátett arra, amit a Covid hangulata okozott. Tehát azóta még rosszabb hangulatúak az ember. Tehát most gondoljuk végig, hogy ez nagyon érdekes, hogy tehát mi például a Covid időszaka alatt sokkal nagyobbat nőttünk, mint azóta. Érted? Tehát a Covid időszakából egy év alatt jóval többet nőttünk, mint azóta. Ami azt jelenti, hogy a Covid időszakában, tehát mi az, hogy nőttünk? Tehát több tanulónk lett. Tehát ahhoz, hogy valaki tanuló legyen, azáltal a tudás iránt érdeklődése kell, hogy legyen. Tehát magyarul az illető nyitott, az az ember érdeklődő, aki jó, viszonylag jó hangulatú. Tehát az, aki nem érdeklődő, az nem jó hangulatú. Na most. Ha többen voltak érdeklődők, akkor az azt jelenti, hogy a Covid időszak alatt több ember volt jobb hangulatú, mint most.
Érted? Tehát mi ugyanúgy tesszük a dolgunkat, és mégis kevesebb új tanulónk lett ebben az egy évben, mint mondjuk a Covid időszak alatt. Érted? Ami azt jelenti, hogy a világunkban kevesebb a jó hangulatú ember. Miért? Mert a Covid időszak alatt közel nem volt ekkora infláció. Közel nem volt ekkora pénzromlás. Értitek? És a pénzromlás az még jobban megviseli az embereket, mint a Covid időszak, amennyire megviselte. Tehát ugye mindent a Covid időszaknak titulálnak, hogy minden annak következménye. Hát nem, mert a Covid időszak nem rontotta olyan mértékben el az emberek hangulatát, akármilyen hihetetlen, mint a háború óta, nem is a háború óta, mert nem a háború óta, hanem tavaly nyár óta beindult infláció. Ugye tavaly nyáron indult be az infláció, és azóta, hát biztos, hogy ugye ez alatt a másfél év alatt romlott a pénzünk, vagy 35-40%-ot. És nem a más valutákhoz képest nézd, hanem mondjuk az átlag termékek árához kell nézni a pénzromlást, ne a egyéb valutákhoz. Tehát ugye tudjuk, hogy az elején nagy mértékben romlott a forint a többi valutákhoz képest, majd visszaverekedte magát. Most már egy jó ideje együtt mozog úgy nagyjából a dollár, illetve az euróval. És gyakorlatilag mégis, hát mióta mozog együtt, hát most már mondjuk tavaly nyár óta együtt mozog. És mégis nálunk nagyobb az infláció, mint a többi országban, ahol mondjuk az EU-val fizetnek. Nem érdekes? Hát hogy lehet nagyobb az infláció, hogyha a forint együtt mozog az euróval? Nem érdekes? Hogy lehet? Hát hogy lehet az? Tehát hogy lehet drágább minden, ha megnézed, mit tudom én, Magyarország évtizedeken keresztül, mondjuk élelmiszer terén, itt a környező, tehát mondjuk Európában az egyik legkedvezőbb árat. Áron lehetett élelmiszereket vásárolni Magyarországon. Most bárhova mész az EU-ban, szinte mindenütt olcsóbbak az élelmiszer árak, mint Magyarországon. Hogy a fenébe, amikor az euró meg a forint az együtt mozog, mondom, tavaly nyár óta? Tehát hogy? De hogy a manóba? Érted? Tehát tök úgy néz ki az egész, mint hogyha mesterségesen emelnék felfele az árakat. Tehát szó szerint. Tehát direkt. Direkt Magyarországon emelik az árakat. Hát miért? Hát most gondold végig, mióta mondom? Hát mióta mondom? Mit? Azt, hogy még annak idején Gyurcsány kormány alatt kötöttünk egy kétoldali megállapodást Izraellel. Az akkori kormánya. Miről? Arról, hogy minél több izraeli kivándorolhasson Magyarországra. Mit gondoltok, miért nem engedik ide be az arabokat? Az arabok nem akarják azt, hogy ugyanabba a cipőbe lépjenek itt Magyarországon is, mint amit ugye ott Izrael és környékén. Tehát ott vannak az arabok, és állandó konfliktusok van a zsidóknak az arabokkal, illetve az araboknak a zsidókkal. Na most, ha ide beengednék az arabokat, akkor a zsidók nem akarnának ide bejönni. Tehát ezért az arabokat nem kell beengedni, hogy a zsidók bejöhessenek. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, tehát most nem zsidózok, csak ott van egy zsidó nép. Oké? Okay? Tehát ezt úgy hívják, hogy zsidó nép. Amely nem egy nép lenne, hanem egy vallás, de mindegy, akkor is így hívják. Szóval, most gondoljuk végig, ezért ugye itt
Nem azt fogják mondani, hogy kedves lakosság, azért nem engedjük be az arabokat, afrikaiakat, hogy bejöhessenek az izraeliek. Ezt nem fogják nektek mondani, hanem ez hú, hát milyen szimpatikus, hogy mindenki beengedi az négereket, meg a barnákat, az arabokat, érted, de a magyarok azok nem engedik be. Ó, hát ez milyen fantasztikus a mi kormányunk. És most nem a kormány ellen beszélek, hanem ez van, ez a tény. És akkor a lakosság az át van vágva, érted? Mert azért nem jöhetnek be ide az arabok, meg a feketék, érted? Mert ide az izraelieknek kell bevándorolni. Világos ez? És most tök jó, idézőjelbe, mert van egy háború ott. Miért? Mert van címszó ide bevándorolni. Nem tudom, világos-e? Lásd már a tényeket! Tehát lásd már át azt, hogy mi van az egész mögött, érted? Tehát az, hogy ott van egy összetűzés, egy háború, az baromi jó alkalom arra, nyilván ez nem egyik hónapról a másikra fog megvalósulni, egy baromi jó alkalom arra, baromi jó lehetőség arra, egy baromi jó címszó arra, hogy onnan el kell költöznünk az állandó zaklatások miatt. Menekültek lesznek. Mi meg, mivel ő fehér emberek, milyen fantasztikusok vagyunk, a fehér embereket beengedjük, de ki fog onnan kimenekülni, akinek van erre pénze? Érted? Mert ugye az azt jelenti, hogy ahhoz mit akarnak majd csinálni? Hát rögtön vásárolni. Felvásárolni lakásokat, felvásárolni vállalkozásokat. Érted? Hogy megéljenek. De kik fogják ezt csinálni? Kik tudnak lakásokat venni? Kik tudnak majd felvásárolni vállalkozásokat? Hát nem a szegényebb réteg ott Izraelbe, hanem a jómódú réteg. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ők mit akarnak majd tenni az itt lakókkal? Szolgásítani, így van. Hát ezt mondom lassan 20 éve, hogy ez lesz. Érted? Tehát már akkor tudtam, hogy van ilyen terv, tudod, mikor tudtam erről a tervről? A 90-es években, 90-es évek második felében már tudtam ilyen tervről. Akkor még csak terv volt, hogy ezt meg akarják valósítani Oszitában. Mit gondolsz, mi a manónak tanulnak Izraelben, az iskolákban, magyarul? Van olyan tanulónk, aki onnan vándorolt be, és ő is elmondta, ez nem Mende mondta, elmondta azt, hogy ott tanítják a magyart a gyerekeknek. Nem csak Magyarországra akarnak egyébként bevándorolni. Jó? Tehát gyakorlatilag kiszemelték Lengyelországot, hát onnan rengeteg zsidó vándorolt ki a II. Világháborúban, gondold végig. Többen, mint innen. Csehországból is sokan vándoroltak ki. Szlovákiából is, akkori magyar területről is sokan vándoroltak ki. Oké? Hát ezek az országok vannak kiszemelve arra, hogy választhatnak, hogy hova akarnak menni, és megnézed ezek az országok, de érdekes. Ezek nem nagyon akarják beengedni az arabokat. Tehát nincsenek arabok, nincsenek feketék ezekben az országokban. Hát mert most gondold végig, hát nem akarnak az izraeliek csöbörből vödörbe kerülni. Nem akarnak olyan országba kivándorolni, ahol ugyanúgy ott vannak az arabok. Hát gondold végig, hát elérték azt, ez a drága barom, akit úgy hívnak, hogy Rothschild család, érted, és Rothschild család feje, meg Rothschildok, ezek a drága barmok elérték azt, hogy utálják egymást az a két nép, amelyik évszázadokon vagy évezredeken keresztül együtt éltek. Mert az arabok meg
a zsidók azok együtt éltek azokon a területeken. És nem volt különösebb konfliktus köztük, ugye, vagy legalábbis nem sok. És akkor ez a drága Rothschild család elérte azt, hogy legyen köztük konfliktus. És akkor mit csinál? Hogy érte el? Hát hogy érték el? Hát az izraeli államot a Rothschild család hozta létre. Pont. Ezt ugye tudni kéne. Ez történelem. És egy rengeteg, töménytelen mennyi pénzt, mennyiségű pénzt nyomtak be, hogy az izraeli állam megalakuljon. A Rothschild család. Oké, ők is zsidók. És ez azt jelenti, hogy hozták létre. Hát fogták és elvették az araboktól a területeiket. Hát és gondold végig. Hát ez egy konfliktus forrás. Ez olyan, mint hogy elvették tőlünk magyaroktól a területeinket, és mi sem nézünk rájuk annyira jó szemmel. Oké? Okay. Bár próbálják, ugye mi esetünkben elérni, hogy jó szemmel nézzünk azokra, akik elvették tőlünk a területeinket, de ott nincs egy ilyen törekvés azon a részen, hogy ők jó szemmel nézzenek ugye az arabok az izraeliekre, hogy elvették tőlük. Miért? Mert az izraeliek állandóan frosszizzák őket. Érted? Állandóan zavargatják az arabokat. Azóta is, mióta az izraeli állam létrejött. Hát jó, csak ha megnézzük, hát ott sokkal több arab van azon a környéken, mint izraeli. Tehát nekik esélytelen a hosszú távon ott az élés. Az izraelieknek esélytelen. Ehhez mit kell csinálni? Hát gondold végig, legegyszerűbb dolog. Ki kell robbantani ott egy háborút, még az ottani nép se tudja. Ki kell robbantani egy háborút. Ebben a háborúban Izraelt is meg kell támadni. Oké? Okay. És ha Izraelt is megtámadják, akkor lehet menekülni. És lehet menekül státuszt kapni. Lehet támogatást kapni a menekültnek. Még akkor is, ha nincs elég pénzzel, hogy vásároljon. Akkor kap rá támogatást, hogy vásároljon. Mondjuk ingatlan. Érted? Hogy egyszerű a képlet? Tehát, ha megnézed, az összes háború, ami az elmúlt 100 évben történt, 110 évben, történt, az mind azokra látunk jobban rá, mint az előzőekre. Tehát jobban rálátni, mert közelebb van. Minél közelebb van egy történelmi esemény, annál jobban rálátni, nyilvánvaló. Mert ugye annál kevesebb olyan történt, hogy átadta a gyerekének, az már módosított rajta, átadta az is a gyerekének, az megint módosított rajta. Tehát gondold végig, a második világháborút megélt emberek egy kis része még most is él. Jó, már az első világháborút megélt emberek, azok már nem élnek, érted? De a második világháborút megélt emberek élnek. És ezért el tudják mondani, hogy mi volt ott a valóság, érted? Tehát ezért mindig tudnod kell azt, hogy minél régebbi egy esemény, annál biztosabb az, hogy az nem úgy történt. Oké? Okay. Tehát abban biztosabb lehetsz, annál biztosabb. Mert annál kézen közön, annál több emberen ment keresztül, és annál több ember meghamisította a tényeket. Nem szándékosan, nem kell benne szándékosság lenni. Csak csináld. Csináld azt, hogy állítsd egymás mellé 10 embert, súgja az egyiknek a fülébe, mondjuk egy pár mondatot, és utána mondja el az utolsó azt a pár mondatot. Totál mást fognak mondani. Totál. Érted? Nem is azt. És jót lehet rajta nevetni, hogy mennyire megváltozott. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, egy olyan világban élünk, hogy az elmúlt 120 évben, vagy 110 évben minden háború az megrendezett volt. Meg kellett történni. Nem jött egy, tehát véletlenül egyik se történt. Tehát ugye például itt volt az első világháború. Miért kellett első világháborúnak létrejönni? Nagyon egyszerű a válasz. Azért, mert több hatalom volt Európában, mint kellett.
Volt a német birodalom, volt a osztrák-magyar birodalom, volt az orosz birodalom, meg volt az angol birodalom. Egy kontinensen négy birodalom. Most gondold végig, az amerikai kontinens, amely nagyobb, mint az európai kontinens, egy birodalom volt. Melyik? Az USA. Slussz, kalapkabát. Az egész amerikai kontinensen, észak, közép és Dél-Amerikát beleértve, ami jóval nagyobb, mint Európa, egy birodalom volt. Ázsiában hány birodalom volt? Egy. Úgy hívták, hogy Japán. Ázsia az még nagyobb, mint Amerika. Érted? És az egész Ázsiában, azon a hatalmas területen egyetlen egy birodalom volt. Érted? Nézzük meg Afrikában. Hány birodalom volt? Egy se. Érted? Egy se. Egy olyan kontinensen, ami sokkal, de sokkal nagyobb, mint Európa, Afrika, egyetlen egy birodalom se volt. És itt volt Európa, a legkisebb kontinens, érted? Szó szerint a legkisebb kontinens, és négy birodalom. És abból hármat meg akartak szüntetni. Melyiket? Hát nem az angolt. Hát az angol akarta megszüntetni a többit. Világos az, hogy Európában csak szintén egy birodalom legyen. Melyik? Az angol. Világos? Ehhez meg kell szüntetni. Ugye az volt a törekvés. Szűnjön meg az osztrák-magyar, szűnjön meg a német, szűnjön meg az orosz. Mit kell csinálni akkor? Össze kell ezeket ugrasztani egymással. Világos ez? Ezt csinálták az angolok. Imádd az angolokat, tanuld az angol nyelvet, fizess Angliába adót egy olyan országnak, amelyik erre törekedett. Érted? Tudod, mikor fogom megtanulni az angolt? Majd, ha az a bizonyos dalol. Akkor. Inkább fölveszek 100 tolmácsot, érted, mint hogy egyszer megtanuljam azt a világ legnagyobb elnyomóinak, a elnyomó népének a nyelvét. Érted? Tudod, mikor fogom megtanulni? Pedig baromi jó nyelvérzéken van, piszok könnyen tanulok nyelveket. És mégsem fogom megtanulni. Mondom, inkább tolmácsokat fizetek, mint hogy megtanuljam. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, az embereknek fogalmuk nincs ezekről a dolgokról. Tehát itt egy birodalmat akartak létrehozni. Ezt ugye miért mondom, hogy tisztában legyél azzal, hogy miért történnek dolgok. Akkor nem sikerült tönkretenni az orosz birodalmat, nem sikerült, ugye az osztrákot is sikerült, a németet is sikerült tönkretenni, még mindig maradt az orosz. Érted? Ahhoz, hogy tönkretegyék az orosz birodalmat, ugye új tervet kellett kitalálni. De közben a németek meg megerősödtek. Ami azt jelenti, hogy újból birodalmi törekvéseik lettek a németeknek. Ezért ugye mit kellett csinálni? El kellett érni megint csak, hogy a két birodalmat összeakasszák egymással szemben. Érted? Egymás bajszát összeakassza. Ez ennyi. És akkor megint azt akarták elérni, hogy megszűnjön a német birodalom is, megszűnjön az orosz birodalom is. Ugye akkor szovjet birodalom volt már. Hát erre mi történt? Hát sikerült a németet tönkretenni, úgy ahogy van, azt sikerült. Oké, már osztrák nem volt, osztrák magyar nem volt, jött a, ugye, sorra került a német, az sikerült, de az orosz már megint azt a fránya, a szovjeteket, oroszokat, azt már megint nem sikerült. Most szerinted miről szól megint az ukránok támogatása? Miről szól ez az egész? Tönkretenni az oroszokat. Hát, hogy Európában csak egy birodalom legyen, érted? Ázsiában is. Hát miért van ugye útba a kínai? Most már Kína az birodalom. Miért van útba?
Hát mert a Japánt lenyomta. Érted? Hát lenyomta a Japán birodalmat. Hát Ázsiában a japánok voltak réges-rég hatalmon, érted? És ők voltak a birodalom. És fogták, és a kínaiak lenyomták őket. Hát gondold végig, hát van 14 család, 14, abból 13 most a topon van, egy család kiesett belőle, az a japán császári család volt. És 14 család volt a világura, egyik a japán császári család. Most a japán császári család a második világháború óta már nincs benne ebbe a 13 családban. Ugye a Hirohito császár. Oké? Az a család. Az már nincs benne a 13-ban, illetve a 14-ben, mert kikerült, és ezért 13-ban. És azt meg nem akarják, hogy a kínai pártelnökök, meg a pártagok uralják Ázsiát, érted? Nem akarják, hogy ott legyen egy kínai birodalom. Világos ez? Tehát világon minden földrészen max. Egy birodalom lehet. És ha nem egy van, akkor tenni kell valamit azért, hogy egy maradjon. Világos? És az maradjon, akit ők akarnak. Oké? Okay. Hát most mondok másik dolgot. A japánok ellenálltak az amerikaiaknak. Hát ha megnézed, a második világháború után olyan növekedést produkáltak, hogy nem a japánok sárgultak bele, hanem a többi nép. Szó szerint belesárgult az irítségtől, tudod. Hogy milyen, de miért? Miért tudták ezt megcsinálni? Mert hihetetlen dolgos nép. A kínaiak miért tudják megcsinálni azt, abból a mély szegénységből, amiben voltak a kínaiak? Hogy tudtak birodalom lenni? Mert nagyon dolgosak. Tehát egy nép nagyon dolgos, akkor az halad. Ha egy nép lusta, az marad. Ennyi. Oké? Okay? Na most, megnézzük. Ugye a japánok hogy történt? Tehát nagyon dolgosak, ezért egy csomó iparágban világ elsők lettek. Megelőzték az USA-t. Érted? Világ elsők lettek. Nem most, már nem. Csak voltak. Mikor? 50-es évektől elkezdték megelőzni. Érted? 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években világ elsők voltak több iparágban. És hát ugye úgy megerősödtek a japánok, hogy az amerikaiaknak is azt mondták, hogy nem. Tehát, hogy csináljátok ezt, csináljátok azt, mondták az amerikaiak, a japánok meg azt mondták, hogy nem. Másra is mondták, hogy csináljátok ezt, a japánok azt mondták, hogy nem. Mi a saját utunkat járjuk. Jó, hát saját utunkat járjátok, akkor nekünk meg van technikánk arra, hogy megremegtessük a földet, és egy atomerőmű ott a tenger partján, az a tengerbe veszem félig meddig. És ezt megcsinálták. Oké. Okay. Ilyen egyszerű. Ennyire egyszerű. És utána mit csináltak a japánok? Igenis, igenis, persze, megcsináljuk, amit mondotok. Ha azt mondjátok, hogy az oroszokkal legyünk rossz viszonyban, akkor leszünk az oroszokkal rossz viszonyban. Érted? Tehát azóta a japánok mindent teljesítenek az USA-nak. Bármit. Érted? Na most, ilyen drága, szép, gyönyörű világban élünk. És akkor lásd át azt, hogy ennek vannak, tehát nekik mindig vannak tervek, ahogy volt terv. Már az 1800-as évektől, hogy a birodalmakat meg kell szüntetni, ugyanúgy volt, nem mindet, Amerikában az, USA, oké, okay. Anglia, Európában Anglia, Ázsiában meg Japán, érted? És
ennyi. Afrikában meg ne legyen birodalom, az legyen gyarmat. Miért nem ez volt? Tehát, gondold végig, hogy nekik volt mindig tervük, most is van. Az a terv, hogy nincs szükség ennyi emberre, az egy régi terv. Az legalább olyan régi terv, mint hogy meg kell szüntetni a felesleges birodalmakat. Oké? Okay? Milyen terv? Hát ki tudnak ők számolni? Hát itt vagyunk 13 család, akkor van a mit tudom én, vagy 8000 olyan család, amelyik kiszolgálja őket a földön. Ugye az a második lépcső onnan föntről. Nyilván van annak egy csúcsa a 13 családnak, a Pindár, az a Rócsi család feje. Oké? Tehát ő a főnök ennek a 13 családnak. Hát mit gondolsz? A 13 családban benne van a Kennedy család. Hoppá! 13 családban benne van a Kennedy család. Miért kellett megölni a Kennedyeket? Miért kellett megölni az egyik Kennedyt, amikor amerikai elnök lett? Miért kellett megölni a második Kennedyt, amikor amerikai elnök választáson indult? Miért? Nagyon egyszerű. Mert a Kennedy az amerikai hadsereget akarta felhasználni arra a célra, hogy ő legyen a Pindár. És nem a Rothschild család legyen az egyes számú család, hanem a Kennedy család legyen az egyes számú család a világban. És ne a Rothschild családnak a feje legyen a világura, idézőjelben, oké? Okay? Tehát a piramis csúcsán, akkor inkább úgy mondom, a világpiramis, az emberiség piramis csúcsán, ne ő legyen, hanem a amerikai elnökként működő Kennedy. Világos? És fogták, és paf! Égtatták, lelőtték. Világos? Utána még a Kennedy család próbálkozott, hogy majd befut a, ugye a testvére a, ugye a volt elnöknek, az se jött össze, mert azt is lelőtték. Oké? Okay. Szóval, utána azóta már nem indítanak elnök jelöltséget. Tehát gondold végig, hogyha ilyen működések vannak, ilyen működések, akkor, és ez nem összeesküvés elméletek, ez teljesen logikus, ha végig gondolod. Miért logikus? Azt tanultuk történelemből, hogy kik indították az első világháborút el, hát kik? Az osztrák-magyar monarchia. Ez akkora hülyeség, akkora baromság, ahogy van. Az osztrák-magyar monarchia semmilyen világháborút nem indított el. Az osztrák-magyar monarchia az egyszerűen bosszút akar állni a szerbeken, amiért meggyilkolták a trónörököst. Oké, elindítottak egy hadjáratot, ami nem egészen úgy sikerült, ahogy kellett volna. És a szerbek, azok az osztrák-magyar monarchiát megverték. Erre mit csináltak? Ugye a németek segítettek az osztrákoknak. Érted? Nem nekünk, hanem az osztrákoknak. Miért? Mert az osztrák is német, germán, meg a német is német, germán. Oké? Okay? És erre mit csinált az angol? Fogta és hadat üszent Németországnak és az osztrák-magyar monarchiának. Na, erre vár gombot. Akkor kik indították el az első világháborút? Nem a németek meg az osztrákok üzentek hadat az angoloknak, hanem az angolok üzentek hadat a németeknek meg az osztrákoknak. Világos? Akkor ki csinált az első üzenetet? Az angolok. Akkor ki indították el a első világháborút? Angolok. Ébredj már!
Akkor nézzük a második világháborút. Mit tanultunk, hogy a németek elindították a második világháborút? Ez sem igaz. Ez is egy nagy hazugság. Az első hadüzenetet kik indították, még csak nem is a németek. A lengyeleket hadüzenet nélkül támadták meg. Tehát ők nem üzentek hadat a lengyeleknek. De miért támadták meg a lengyeleket? Nagyon egyszerű. Mert most is így van. Van egy Kelet-Poroszország, csak az most az Oroszország része. Ez a Kelet-Poroszország akkor Németország része volt. Ha megnézed a térképen, most is ott van. Ez a Kelet-Poroszország között és Németország között Lengyelország volt. Oké? Megnézed, és ott volt több száz kilométer a két ország rész között. Csak a tengeren lehetett ugye közvetlenül elérni a két ország részt. Ugye a főországot, az anyaországot, meg ezt a külön részt, de Németországhoz tartozott. Első világháború következményében ez így lett. És volt egy, ezt úgy hívják tulajdonosi berkekben, tehát hogyha valaki társtulajdonos, hogy szolgalmi út. Érted? Ez olyan szolgalmi út volt, mint azt is tanultad, mint mikor volt Nyugat-Berlin. Tehát volt Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin. Kelet-Berlin az orosz régióhoz tartozott, Nyugat-Berlin pedig a nyugati régióhoz tartozott, az amerikai érdekkörbe. És hát több száz kilométerre volt Berlin Németországtól. És fogtak és csináltak egy autópályát Németország és Nyugat-Berlin között. És ott közlekedhettek a németek. Simán. Határ átkelő nélkül. Érted? Oda-vissza. Ehhez persze csinálni kellett egy falat Kelet-Berlin körül, érted? Vagyis hát Nyugat-Berlin körül, tehát el kellett választani a két részt. Természetesen, hogy a Kelet-Berlinek az nem menjenek Nyugat-Németországba. Na most. Na ugyanez volt, hogy volt egy a Németország és Kelet-Poroszország között, Kelet-Németország, tehát nem, azt nem Kelet-Németország, Kelet-Poroszország úgy hívták, Kelet-Poroszország között volt egy út, amin közlekedhettek a két ország között. És folyhatott a kereskedelem, érted? Ugyanaz, mint Nyugat-Berlin és Németország között. Csak ott egy hatalmas, tehát Nyugat-Berlinhez képest egy hatalmas területről van szó, érted? Ilyen fél Magyarország méretű, vagy még nagyobb méretű területről. És gondoljátok végig, a lengyelek angol buzdításra fogták és lezárták ezt az utat. Hoppá! Az angolok buzdították erre. Konkrétan milyen angolok? A kormány, az angol kormány buzdította a lengyel kormányt arra a második világháború előtt, hogy zárják le ezt az utat. Fogták, lezárták, Hitlernek nem volt más választása, mint hogy hadüzenet nélkül megtámadta Lengyelországot. Oké? Okay. De előtte megállapodott az oroszokkal. Ezt se nagyon tanultuk. Hogy? Felosztják Lengyelországot. Egyik része Oroszországhoz fog tartozni, Lengyelországnak. Másik része pedig Németországhoz. Pang! Paszpiros. Oké? Okay. Erre mit csináltak az angolok? Abban a pillanatban, hogy megtámadták a németek a lengyeleket, németek nem akartak világháborút, ők két dolgot akartak. Rendezni ezt a kérdést, meg visszakapni a franciáktól a területeket. Ennyi, azt el is érték. Tehát azt még békés úton elérték, hogy a franciáktól visszakapták a területeket. Tehát ők nem akartak világháborút. Tehát nem védem a németeket, meg Hitlert, nehogy félreérts. Nem akartak. Tehát most gondold végig, grandiózis, óriási építkezések voltak egész Németországban.
Tudhatta azt Hitler, hogy ha a háborúba keveredik, akkor az, amit fölépített, azt nem fogják rombolni. Hát ezt tudhatta, hát egy háború ilyen ne jár. Érted? Na most nem építkezik úgy egy normális ember, érted? Fölépít rengeteg óriási épületet, meg autópályát, meg kutyafülét, mindent, azért, hogy pár év múlva lerombolják. Ugye ezt nem gondolja senki komolyan. Ha bolond lett volna. Ő nem akart világháborúba belebonyolódni. Neki ez bőven elég volt, hogy a lengyelekkel adják vissza azokat a területeket a lengyelek, amit nem akarták, amit elvettek. Világos ez? És a franciák adják vissza azokat a területeket, amit elvettek, és ezzel le van tudva. Ennyit akartak. Semmi többet. Oké? Okay. Meg még volt annyi, hogy adják vissza az afrikai gyarmataikat. Az angolok. Ez volt, ilyen volt. De akkor sem mond, üzentek hadat, semmi ilyesmit. Na és mi történt? Megindult a lengyel támadás, meg természetesen párhuzamos az orosz támadás is, de milyen érdekes. Abban a pillanatban az angolok hadat üzentek a németeknek. Az oroszoknak nem? Nem érdekes. Oroszoknak nem üzentek hadat. De a németeknek azonnal. Oké? Okay. És mivel hadat üzentek, ezért megtámadhatták a német olyan hajókat, területeket, például Afrikába, ami még maradt németeknek, amit akartak még az angolok, nem tudom, világosan. És akkor mi történt? Hát nyilván mit tehettek a németek? Legjobb védekezés a támadás, nem? És akkor támadtak. De nem ők üzentek először hadat megint csak a németeknek. Világos? Na most azért mondom, hogy tisztes világos legyen. Tehát egy ilyen világban élünk, ahol mindenhol van terv, mindenütt elrendezett. Churchillről tudni, hogy a második világháború előtt már mondta, hogy lesz második világháború. Még semmilyen háborús cselekmény nem volt, ő már mondta, hogy lesz második világháború. Egyetlen egy más miniszterelnök vagy államfő nem mondott ilyet, csak Churchill. Érted? Hogy lesz második világháború. Nem, hát tudta, hogy lesz második világháború. Érted? Hát hiszen ők indították el. De miért? Hát mert az volt a terv, hogy ne legyen német birodalom, ami már ugye lett, ne legyen orosz birodalom. Most is terv, hogy ne legyen orosz birodalom, az is terv, hogy ne legyen kínai birodalom. Ja? És de van más terv is. Az is terv, hogy mennyi lakosnak kell lenni a Földön. Ez is egy terv. Tehát, hogy ennyi emberre nincs szükségük. És akkor ehhez képest, hát nyilván nem mondhatják azt, hogy na, most akkor állítsuk falhoz az embereket, ezt golyószorozzuk le. Ezt ugye nem mondhatják, mert abból ezt nem tudnánk megcsinálni. Oké? Okay? Ez ellen fellázad, Dali. Hát titkosan kell ezt elérni. Titkosan. És akkor be kell vetni mindent annak érdekében, hogy ez létrejöjjön. Ugye, de hát az embereknek az a baj, hogy van egy fránya immunrendszer. És ez az immunrendszer, ez sok mindennel túl tudja segíteni az embert. Ugye ez történelmi példák, hogy mennyi olyan betegség volt a Földön, járványok, akármi, hogy rengetegen meghaltak. Tehát mit tudom én, hogy olyan is volt, hogy fél Európa elpusztult. De a másik fele miért nem? Érted? Hát miért? Mert azoknak erősebb volt az immunrendszere. Világos ez? Hát és ugye ezeket a kérdéseket, hogy hogy működik az immunrendszer, hogy működik az ember, az gyakorlatilag Sigmund Freud kezdte el tanulmányozni. És onnantól, ugye az 1800-as években,
és onnantól ugye ez egy tudomány lett, hogy tanulmányozzák az ember működését. Engem is érdekel az ember működése, már elég régen, és én is tanulmányozom az ember működését régóta. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ember működésében kiderült az, hogy az immunrendszer és a hangulat között, tehát az immunrendszer működése és a hangulat között milyen összefüggések vannak. Az is kiderült, hogy az immunrendszer és a betegségek között milyen összefüggések vannak. Az is kiderült. Akkor az is kiderült, hogy az immunrendszer és a stressz között milyen összefüggések vannak. Oké? Tehát a stressz között. Tehát, hogy egy stresszes embernek sokkal gyengébb az immunrendszere. Egy rossz hangulatú embernek sokkal gyengébb az immunrendszere. Oké? Tehát ezeket az összefüggéseket kell látni. Akkor ugye létre kell hozni olyan dolgokat, ami kihívás az immunrendszernek. Ha dolgozik éppen nagyon valamin az immunrendszer, akkor az lefoglalja az immunrendszer energiáit, és ezáltal más betegséget, akkor, ha megtámadja az immunrendszert, akkor az ellen már nem tud védekezni. Nem tudom, világos-e? Mert védekezik egyfajta betegséggel szemben, odaadja az energiát az immunrendszer, és akkor benyomnak még egy betegséget, és már is nem tud védekezni az immunrendszer a második betegséggel szemben. Világos ez? Hát ez minden szépen Sigmund Freud óta, kikísérleteztek, megcsinálták, rájöttek, hogy az ember hogy működik, és most használják azt a tudást. Mire? Hát elérik az embereknél, hogy rossz hangulatúak legyenek, elérik az embereknél, hogy stresszesek legyenek, és ez azt jelenti, hogy az immunrendszerük gyengül, és nem kell csak egy-két, nem kell túlerős betegség, érted? Mert ha túl erős a betegség, akkor netán még ők is meghalnak. Tehát kellenek olyan betegségek, amit az ő immunrendszerük simán elvisel, érted? Meg ők nem stresszesek, meg nem rossz hangulatúak, legalábbis nem annyira rossz hangulatúak, de ha az emberek annyira rossz hangulatúak, meg annyira stresszesek, akkor nyilván mi lesz? Hát gondold végig, mit tudom én, a Rothschildok, mitől legyenek stresszesek? Csak mondom, hogy a Rockefellerek, vagy a Warburgok, vagy a Morganek, mi a manattal legyenek? Vagy a Windsorok, mi a manattal legyenek stresszesek, érted? Tehát, és elérik azt, hogy ugye elég egy kisebb ilyen járványszerű betegség, és akkor hullanak az emberek, mint a legyek, de ahhoz nyilván elég stresszes életet kell élniük, nyilván ahhoz rossz hangulatnak kell lenni, és akkor szépen elviszi őket a halál, mint a ősszel, vagy a tél a legyeket, érted? Ugyanúgy. Szóval, és akkor lehet mondani, hogy hullanak, mint a legyek. Tehát, ez ilyen egyszerű, ez egy terv. Ez egy terv, amit nem kell elhinni, hogy vannak ilyen tervek, de vannak. Tehát gondold végig, te emberként úgy működsz, hogy van egy, amit akartam mondani, mert közben másra is gondoltam már, aztán már kiment a fejembe. Na mindegy, szóval gondold végig, ez egy olyan terv, amit ők végig akarnak csinálni. Tehát végig akarnak csinálni. Tehát most gondold végig, ha megnézzük, hogy mennyi, milyen fejlett már a technológia, akkor rájössz arra, hogy egy csomó területen a technológiát nem vagy csak alig használják. De vagy legalábbis nem annyira használják, mint amilyen fejlett azon a területen már a technológia. Ha ugye a technológiát minden területen, ahol már kifejlesztették, bevezetnék, akkor az emberek többsége az munkanélkül maradna. A többsége. Na most, az emberek többsége munkanélkül maradna, hát akkor gondold végig, hogy kitartaná el őket.
Ugye nem gondolod azt komolyan, hogy a gazdagok majd eltartanak téged? Érted? Ugye ezt nem gondolod komolyan? Tehát ez azt jelenti, hogy ők sem gondolják azt komolyan, hogy el akarják tartani a nem dolgozókat hosszú távon. És nem ilyen arányban, hanem ennél sokkal nagyobb arányban. Ezáltal ugye nekik az a tervük, hogy ne legyen ennyi ember. És akkor benne van az, hogy hát érjük el, hogy az anya sokáig ne akarjon gyereket, utána már úgyse lesz, mert ez nem így működik, hogyha valaki sokáig, mondjuk évtizedeken keresztül nem akar gyereket, akkor hónap azt mondja, hogy jaj, nincs gyerekem, jaj, el is felejtkeztem róla, hogy nincs gyerekem, hú, gyorsan kéne csinálni egyet. Nem így működik, tudod? Hanem valaki évtizedeken keresztül, mondjuk 10-20 éven keresztül nem akar gyereket, akkor az nem fog így működni, hogy hát elkezdtem csinálni, és akkor már hónap összejön. Persze a férfinak valószínű, hogy összejönne, de a nőnek nem annyira. Oké? Okay. De most gondold végig ugyanegy a férfinél. Tehát a férfi is, amelyik azt mondja, hogy hát minek nekem még gyerek? Ó, nem kell az. Na közben ugye jár a fütykös, tudod, aztán működik, de gyerek az nem kell. Hát mit fog csinálni a maga szervezete? Hát fogja, és termelődnek gondos sejtek, csak lelassulnak, érted? Mint a lomha, mint a lajhár. Érted? És mire oda kéne érni, nem ér oda. Érted? És akkor nem tud gyereket csinálni. Tehát vannak egészséges ondorsejtei, csak ilyen, nem így maga farka, mint a rosszább, hanem ilyen, így. Érted? Tudod, nem mindegy, hogy a halnak is milyen gyorsan per az úszonya, mert olyan gyorsan úszik. Tudod, na hát ugyanez az ondorsejt is. És gyakorlatilag ez nem úgy fog működni, hogy na, hónaptól gyorsulj föl. Érted? Mert eljött az idő, hogy gyereket kéne csinálni. Nem így működik. Hát valaki évtizedeken keresztül arra gondolt, hogy minek a gyerek, még nem kell, majd ráérek én azzal, még mint a patópál úr, tudod, majd ráérek arra, hogy... Na, hát az nem fog utána így bu-bu-bu-bu így menni. Tudod? Látom, vizuális típusok vagytok, úgyhogy tetszik. Jó. Szóval. És akkor elérték az embereknek, hogy ne akarjanak gyereket. Érted? És ez egy természetes, szaporulat csökkentő eljárás. Nem, hogy el kell náluk érni, hogy ne akarjanak gyereket. Lehetőleg, ha akarnak is, majd valamikor nagyon soká, de akkor meg már nem tudnak csinálni. Nem tudom, világosan. Azért nem tudnak csinálni, mert nem alkalmas rá a berendezésük. Érted? Nem alkalmas rá. Se a nőnek, se a férfinek. Vagy netán-tán valamelyiknek néha alkalmas lenne, akkor nem, hogy már másiknak alkalmas legyen. Ennyi. És ez tény, mert a férfiaknál is meg van állapítva, hogy az 50 éves férfiaknak sokkal mozgékonyabb a spermájuk van az ondósejt, mint a 20 éveseknek. Érted? Ez tény. És ráadásul még több is termelődik. Jó? De ez tény, megállapított. Mert ők nem voltak úgy, hogy nem akarnak gyereket. Milyen egyszerű. Érted? Ez a mai világ divata, hogy minek még a gyerek? Ráérünk arra még, nem? Hát először éljünk. A gyerek az ráér. Jó? De hát nem csak ez van, hát egy csomó másik dolog van, amit át kellene látni. Miért engedélyezik azt, hogy mérgeket rakjanak az élelmiszerekbe? Milyen mérgeket? Tehát tartósítószerektől kezdve az mind méreg. Oké. Tehát lényeg az, hogy miért engedik azt, hogy olyan mértékben szennyezik a levegőt?
Miért engedik, hogy olyan mértékben szennyezzék a talajt és ezáltal a vizeket? Miért? Hát szándékosan, hát miért? Szándékosan engedik, hát lehet szándékosan nem engedni, meg szándékosan engedni, nem? Nem így van? Hát nem mondhatják azt, hogy ne haragudjatok, de nem tudunk róla, hogy mérgeket raknának az élelmiszerekbe. Nem tudunk róla, hogy szennyezzék a levegőt. Nem tudunk róla, hogy szennyezzék a talajt és a vizeket. Ezek mi nem tudunk. Ezt nem tudják mondani, mert ez nincs így. Ezáltal miért engedik? Mert ugye a mérgek, amik felhalmozódnak a szervezetben, rontják az immunrendszer működését. És ha rontják az immunrendszer működését, akkor az illető hamarabb megbetegszik, meg hamarabb ilyen-olyan baja lesz. Érted? És esetleg olyan baja is lesz, amit földobja a talpát. Érted? És mehet a tepsibe. Szóval, lényeg az, hogy nem látod át, hogy ez mi folyik itt ezen a bolygón. Tehát nem volt addig ilyen fajta működés. Lásd át, amikor még milliárdokkal, sok milliárddal kevesebben voltunk. Érted? Nem volt ilyen fajta működés. Tehát nem volt az, hogy na, akkor mérgezzük az élelmiszereket, mérgezzük a vizeket. Nem volt ilyen. És akkor szándékosan rakjunk bele a vizekbe olyan, amitől még a tehén is megdögölne. Érted? Nem, hogy az ember. Szóval a ló se inná meg. Érted? Mert a ló példa, a legjobb példa arra az, hogy nem iszza a szennyezett vizet. Az nem iszik egy pocsolyából, ha ez nem tiszta. Oké? Szóval, gondold végig, hát régen nem volt, de mondjuk az én gyerekkoromban volt 3 milliárd ember, vagy 2,5. Nem 8. Érted? De töredéke volt az emberiség. És azóta így több mint duplával növekedett. Jó? És ugye ez, átnézzük ezeket a dolgokat, hol felé haladunk? Milyen világunk lesz? Tehát ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor rossz eluralkodik a Földön. Tehát ugye meddig tud a rossz eluralkodni a Földön? Hát ameddig te a rosszat szolgálod. Hát addig. Hát a rossz addig uralkodik, ameddig te szolgálod a rosszat. Hát hogyan szolgálod a rosszat? Hát elsősorban a munkáddal. Gondold végig, kiknél dolgozol? Azok kiket szolgálnak? Tehát akiknél dolgozol, azok kiket szolgálnak? Lehet, hogy valami, mit tudom én, kisvállalkozásnak dolgozol, nem is gondoltad, hogy mit tudom én, valami multinak dolgozik be. Csak most mondtam valamit. Tehát valami igen, igen gazdag családot szolgálsz közvetett módon. Oké? Akik arra törekednek, hogy az emberiség jó, java az, minél hamarabb földobja a talpát. Érted? De ez mindig így volt. Az urak addig tudtak működni, míg a szolgák működtették őket. Oké? Mikor a szolgák azt mondták volna, hogy jó, akkor tudod mit, uram? Hónaptól menj ki te a földre dolgozni. És azt mondta volna, meg a másik azt mondta volna, jó, akkor uram, de meg menj, aztán fejd meg a tervet. Érted? Mondod végig. Már is nem lettek volna gazdagok. És akkor mondom. Tehát ezt én nem értem, hogy az emberiség több ezer éve mi nem látja át. Mi nem látja át az emberiség több ezer éve azt, hogy nem kellene szolgálni, nem szolga kéne lenni. Érted? Az embernek nem szolgának kéne lenni. Mi nem látják át?
És azzal, hogy szolgálsz olyan egyéneket, akik neked ugye globálisan, főleg a mai világunkban elnyomást idézik elő, azzal szolgálod azokat az embereket, tehát szolgálod azt, hogy ők boldoguljanak, mondtam világosan. Tehát mondjuk holnap minden, aki a Rothschild vagyon gyarapodását szolgálnák, holnap azt mondanák, hogy ne haragudjatok, de csináljátok magatok a dolgotokat. Rothschild család. És akkor vannak, mit tudom én, pár százan, vagy nem tudom mennyien. Érted is? Szerinted mit csinálnának? Rögtön csőd. Érted? Abban a pillanatban az egész, egész úgy, ahogy van az egész hatalmas birodalom, Rothschild birodalom, így omlana össze. De az összes gazdagra igaz. Így omlana össze. És az emberek ezt nem látják át. Tehát nem lázadozni kell. Érted? Nem kéne szolgálni a gazdagokat. Oké? Tehát ez a világ addig tud így ilyen formában haladni tovább a süllyesztője felé, amíg az emberek ezeket a gazdag elnyomókat szolgálják. És akkor arról nem is beszélve, hogy nézem, mennyi az idő. Hát be kell fejeznem. De itt most akartam még tovább mondani valamit, de nagyon elment az idő. Jó? Hát lényeg az, hogy nem ilyenekről tartok képzést a második részben. Ez csak arról szól, hogy neked megpróbáljam, megkíséreljem felnyitni a szemedet. Hogy végre ebből a szolgasorsból kiváljál. Érted? Vagy ha már legalább annyit elérek, hogy utána nézz azoknak, ami téged érint. Azoknak utána nézz. Tehát, hogyha mondjuk vásárolsz valamit, akkor megnéznéd, hogy hol csinálták azt? Honnan hozták? Mit tartalmaz az? Érted? Hogy legalább ilyen téren már valamit tegyél magadért. Tehát, hogyha ilyeneket sikerül elérni, akkor ez az első rész, ezt a célt szolgálná. És azt a célt, hogy gyere közém tanulni, de nem ilyen dolgokról, hanem módszerekről. Tehát olyan módszerekről, ami ahhoz kell, hogy ne legyél szolga, nem tudom, világos-e. Tehát arról tanulj, hogy ne legyél szolga, hogy az saját életed irányítását a saját kezedbe tud venni. Érted? De ezt tudás nélkül nem tudja az ember megvalósítani. Háttértámogatás nélkül nem tudja az ember megvalósítani. Ez az kell, hogy az ember tudjon és kapjon hátulról támogatást, hogy igenis jó úton halad. Tehát a képzéseink egy nagyon fontos célja, hogy ebből a szolgasorsból kiszakadj. Oké? Persze azért is, mert te nem azért születtél, hogy szolga lehess. És ha nekem az előadásaimat hallgatod, nézed, akkor mondhatjuk azt, hogy azért születtél, mert te kiválasztott vagy. Csak még erre senki nem bírta fel a figyelmedet. És azért én a te kiválasztottságodról én a helyedben beszélnék egy másik PPH-sal. Főleg vezetővel. Miért? Mert az el tudná neked magyarázni, tehát, hogy te milyen szempontból vagy kiválasztott. Oké? És mi az, hogy egyáltalán kiválasztott? És jelenleg a bolygó olyan kis része, több mint ugye, amit fogok mondani, aki kiválasztott, de aki valamilyen szinten érzékeli azt, hogy ő kiválasztott, ez a 4%. Tehát minden 25. ember, tehát érzékeli.
De nem ennyi a kiválasztott, hanem ennél sokkal több a kiválasztott. Csak még nem tudnak róla, meg nem érzékelik, mert annyi minden elviszi a figyelmüket, hogy ha ilyen gondolatok támadnak bennük, az azonnal el is hesegetik. Vagy esetleg ilyen gondolatokat megbeszélnek valami hozzátartozójukkal, aki nem kiválasztott volt, akkor azt mondják, hogy na neked mi van, elment az eszed? Oké? Tehát a nem kiválasztottak, azok általában így reagálnak, hogy mi van, megbolondultál, vagy mi? Fejre estél, vagy mi a fene történt veled? Nagyon beverted a fejedet, vagy mi van? Jó? Tehát mi egy olyan hely vagyunk, amely összefogja és tanítja, fejleszti a kiválasztottokat. Úgyhogy várunk szeretettel, mondom, de előtte beszélj meg, hogy te hogy lehetsz kiválasztott egy PPH-ssal. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szerdacsik Miklós mesterkócsnak ezt a képzést, ezt a sok információt. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz 2020 nyarán. És hát azóta az életem, elmondhatom, hogy pozitív irányba indult el. Nagyon-nagyon sok megértésem lett a tanítások során, mert a mesterünk az mesterén adja át a tanítást és a tudást módszerekkel együtt. Ezek a megértéseim során azt is mondhatom, hogy a kis pázlő darabkáim helyére kerültek, és így hát sokkal könnyebb elviselnem amit a múltban elkövettem, helytelen döntéseket és mulasztásokat, tehát helytelen döntéseket és mulasztásokat hoztam, és most erre itt megvan a módszerem, hogy ezt hogyan tudom jóvá tenni és kijavítani. Nagyon sok helyen kerestem a fejlődés lehetőségét, spirituális úton, önfejlesztésben, de azt tapasztaltam, hogy itt találtam meg ezen a helyen a magamban feltett kérdéseimre a válaszokat, és módszert is kaptam hozzá, hogy hogyan tudom megoldani az életemet. Hát és ezért nagyon hálás vagyok Miklósnak, hogy itt lehetek, és hogy itt tanulhatok. Akik itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az életük, és azt javaslom neked is, hogy ne halogasd, kezd el a Nyílt Akadémiánál való tanulást most, és biztos, hogy nem fogod megbánni. Van tandíjunk is, az első havi tandíjunk most akciósan mindösszesen 19.700 forint, és a következő hónaptól szintén akciósan 12.500 forint, és ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget is, amivel nagyon érdemes élni. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, 3 hónap most csak 44.700 forint. És amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. A szünet után párkapcsolati coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnéd, akkor várunk szeretettel. És ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.